Sziasztok! Ebben a videóban azt szeretném megmutatni, hogy hogy csinálok egy ilyen kazettát, az a real kazett, vagy az orsós kazetta. Mi szükséges ehhez? Egyrészt egy ilyen aranyszínű lapra ki kell nyomtatni, amit szeretnénk, ugye ez bármi lehet. Ez most egy ilyen Technics feliratú, de a másik az egy Revox feliratú kazi. Kell egy olyan kazetta, ami lehetőleg, hát ezen csak egy nagyon vékony sáv volt, ezt le tudtam szedni, ami kvázi átlátszó. És kell hozzá gyakorlatilag egy slitzer, egy nagyon éles slitzer, és ennek segítségével már neki tudunk állni. Ugye már korábban kinyomtattam, illetve megvannak a pozíciók, hogy hova kell beszúrni a kis tűt. Ezt próbáljuk lehetőleg nagyon pontosan középre szúrni. És hogyha ez megtörtént, akkor igaziból elkezdhetjük a kivágás műveletét. Én most az egyszerűség kedvéért feketére nyomtattam, mint itt látjátok a kazetta nyílás, de azt is egyébként ki lehet vágni, majd megpróbálom, de most egyenlőre egy ilyen egyszerűbb kazetta nyílás nélküli megoldásra kerül sor, és megint csak nagyon óvatosan oda kell illeszteni a megfelelő pozícióhoz, ahol el szeretném kezdeni vágni, és innentől kezdve nincs más hátra, csak viszonylag óvatos kézmozdulatokkal elkezdjük forgatni a dolgot. És ha elég ügyesek vagyunk, és nem remeg meg a kezünk, akkor jó esélyünk van arra, hogy szép kör alakú lesz a kivágott tárcsa. Úgy tűnik, hogy ez ismét sikeres lett. A belső kör egy picit nehezebb egyébként, mert ott már a vége felé egy picit nehezebb forgatni, de azért megpróbáljuk ezt is szépen körbevágni. És ugyanezzel a technikával egyébként a kis ablakokat is meg lehet csinálni. Ezt még őszintén szólva nem mertem, de szerintem az lesz a következő kísérlet. Ugye itt már, amikor kezd elfogyni a réteg, akkor egyre nehezebb forgatni, meg egy kicsit meg is tud szorulni, illetve gyűrődni, úgyhogy itt egy picit már óvatosabban kell, hogy ne szakadjon el. Már elég nehezen viszi el, elforog. Remélhetőleg a végére fogok tudni érni. Eddig még sikerült. Reményeim szerint most is sikeres lesz a dolog. Egy kicsit gyűrődget, sajnos. Már nem sok van igaziból a hátra. Próbáljuk azért összehozni, illetve hát lehet, hogy a végén már sajnos lehet, hogy egy picit már az éle a
mozgó eszköznek nem annyira jó, de bízom benne, hogy összejön. Én arra vigyázni kell, hogy ne vágjunk bele. Jó, megmozdult, úgyhogy tulajdonképpen rendben van. Hát egy nagyon pici, de igaziból nem látszik. Úgyis majd a kazetta részsel fogja takarni. No, igaziból én csak ez ilyen látvány kazettának készítem, tehát nagyon használni nem hiszem, hogy fogom. A kérdés az, hogy igen, megy a felvétel szerencsére. Szóval most már nincs más hátra, hogy a kazettát szétkapjuk, és a megfelelő helyekre beillesszük a dolgot. Lehet, hogy egyébként célszerű lett volna a kazettát az elejére tekerni, lehet, hogy ezt még mindjárt meg is teszem, még amíg nem szedtem teljesen szét. Jó, talán így egyszerűbb lesz majd fölhelyezni. Így van. Benne van a kis fólia egyébként, ezt most úgy próbálom lerakni, hogy ne porosodjon semmiképp, amennyire tudjuk, azért védjük meg. És nem merek pillanatragasztót használni, az az igazság, mert félek, hogy ugye a kiáramló gázok azok esetleg megszínezik a plexit, ugye volt már sajnos erre példa, úgyhogy ezt a Palmatex ragasztót fogom használni, nagyon finoman. Tényleg csak egy nagyon minimálisan fogom megkenni, hogy éppen valamennyi kerüljön rá, hogy megfogja. Az embernek nem remeg nagyra a keze, akkor ez még nagyobb öröm lenne. Rakok még egy picivel többet. Hogy azért ragadjon hozzá. És akkor megpróbáljuk középre helyezni. Ugye tipikusan ilyen 46 perces kazetták lennének ehhez jók, mert óvakodni kell egyébként, hogy meghajlítsuk. Talán sikerül, mert ugye egy 60 perces az már nagyobb. Csévéződik, nagyobbra csévéződik. Úgyhogy a 60 perces az már nem ideális ehhez a Reel kazettához igaziból.
Megpróbáljuk, amennyire lehet középre helyezni. Szerintem már rögtön rá is rakom, hiszen itt most nem kell félni attól, hogy megfolyik az anyag. Úgyhogy mehet vissza az első rész. Behelyezzük a megfelelő pozícióba a szallagot. És nézzük meg akkor, hogy működik-e a dolog. Hát úgy néz ki, hogy egyébként forog a két kis kazi, hogy mehet is az összeszerelés. És már is van egy Technics deckekben nagyon jól mutató kazettánk. Hogy akinek van némi kézügyészsége, az nyugodtan csináljon bátran magának ilyen kazettát. Szépen tekeredik. Mindjárt megnézzük egyébként, hogy hogy néz ki egy lejátszóval, most egy ilyen Walkmanbe fogjuk megnézni, mert ez egy olyan Walkman, aminek elég nagy a kazetta nyílása, és bízom benne, hogy egész jól fog mutatni benne. Ugye ez egy olyan Walkman, amiben van egyébként egy ilyen kis rádió rész is, egy speciális kazettával. De nézzük meg akkor, hogy hogy néz ki. Remekül, remekül mutat egyébként ezzel a reel-to-reel kazettával, úgyhogy igazán szuper lett. Na és akkor nézzük meg, hogy hogy is néz ki ez a kazetta egy deckben, bár ugye ezeknek a Technics-eknek nem annyira nagy a kémlelő nyílása, de minden esetre egész tűrhetően néz egyébként ki. Úgyhogy mondom, még egyszer ez ilyen látvány kazinak készült, de igaziból jól néz vele ki. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tetszett, akkor iratkozzatok fel, és hamarosan találkozunk egyéb más tartalmakkal is. Sziasztok!